oda nézzél már. Hát te most már látod? Nézd meg. És el is indul. Ezzel a villamossal fogunk menni? Ezzel fogunk menni, igen, igen. Na úgy, hát most miről beszélsz? Ja, már nekem, én a Geszti Pétertől kapott bérletemmel meg is decemberig. Ez igen. Vége az iskolának. De várjál, élőben vagyunk. Nézzük, hányan vannak egyelőre, nem tudom. Igen, na most ugye több kérdésem van egyébként. Várjál már. De milyen jól van kitalálva. Ugye? Ide üljünk. Hát érted, hogy klímás a villamos? Hát na, nem, és alacsony padlós, és gyönyörű. Ez egy kapvillamos. Még te is elférsz a két métereddel. Így. Hú, nehogy megverjenek minket, arra nagyon figyelzzel. Figyelj csak, mondjad? Engem szeretnék, és téged még jobb. Hát, sose lehet tudni. Itt írnak egyébként. Merry Christmas, köszi. Ezt mekkora poén, sose hallottam. Nem én egy jó csinálom. Ezt mire mondják? Nem a nevedre. Jaj, de fú, de jó. Mit akarok mondani? Több kérdést föl kéne tennem egyébként neked, mert többet, de már elfelejtettem, megírták, hogy miket kérdezzek meg a főpolgármester úrtól. Na most figyelj ide! Az egyik ugye a dugók. Igen. Azt te szereted egyébként csinálni? Nem én csinálom. Volt egy híres plakát, amikor azt írták ki, provokatív egy kicsit, azért elmondom. Igen. Nem a dugóban ülsz, te vagy a dugó. Tehát a dugó azt úgy közösen csináljuk. Igen. Nyilván a főpolgármester az a dolga, hogy kevesebb legyen belőle. Az a kérdés, hogy hogyan tud kevesebb lenni. Úgy, hogy közben az elmúlt években Budapesten és Pest megyében, tehát az agglomerációban félmillióval több autó van. Aha. Autóban több van, útból meg kevesebb, és nem tudjuk a bazilikát lebontani azért, hogy legyen még egy sem a bajcsin. Tehát, hogy valamit ki kell találnunk erre. Például, hogy ilyen gyönyörű klimatizált alacsonypadlós kapukat veszünk. Ebből van már 70, most elindult ezen a vonalon is, és veszünk még 50-et. És lecseréljük az összes régi buszt, és lecseréljük az összes trolit, és fejlesztjük a... Van jegyed? Mert... Kérlek szépen, nagyon izé vagy... Téged így bilincsbe levezettet le, kérted? Bumer vagy, mert nekem Budapest applikációm... Hát mutasd! Ezt szeretném mutatni nektek, igen. Ez egy olyan applikáció, ami nagyon hasznos a városi közlekedésben. Igen, csak ott kell mutatni, hogy itt van a bérletem, a negyedéves bérletem. Ja, ezen van, rajta vannak az összes olyan információ, ami kell. 3 millió ember töltötte le, tehát valamit tud. Az igen. Ez is nagyon jó, az idősebb korosztály, szóval ez aztán... Én tudom, hogy a gesztitől kaptad, aki szintén már B-oldalas, úgyhogy... De én is egyébként csak... Hát ezt mondom meg a gesztinek, jó, hogy már más korosztályát, egészen más világ. Tőle, mit akartam még kérdezni tőle? Most jó, mert legalább csend van, hogy... Ja igen, ezt a dugót akartam megkezni, hogy én arra gondoltam, hogy lehet, hogy szándékosan vannak dugók, hogy így rákényszerítse az embereket, hogy tömegközlekedjenek, de... Azért az ugye megvan neked, hogy nekem innen hűvös, tehát a következőképpen jutok be a városba. Lepattyogok a 157-es busz megállójába, ami óránként jön egy mondjuk, vagy kettő. Akkor ott elüldögélek, télben, hagyban, hóban, mondjuk megyek reggel a rádióba itt 6-ra. És akkor ott üldögélek, nagyon jól érzem magam, megérkezik a busz, az ugye ledöcög ide. Akkor itt fölülök a villamosra. Akkor ez egy körülbelül fél óra alatt ledöcög nekem a Moszkva tér, mondjad most a polgári nevét? Szélkálmán térre, igen. De nekem is mindig Moszkva, igen. És akkor onnan még át... Ja nem, lehet, hogy ez az 56-os, ez elmegy a Márvány utcáig. Ez elmegy. Tehát, hogy jaj, de megfogtál. Nem, de tényleg, akkor tényleg csak ez két egy marha hosszú villamos, egészen ugye 22. kerületig megy, úgyhogy... Mert ezt tudod, régen csak üdös vagy. Igen, vagy ez a budai fonódó, ami egy nagyon jó fejlesztés, ami összedrótozta ezeket a villamosokat, és fonódnak szépen, tehát hogy össze nagyon jól át lehet szállni, meg elég messzire visznek. Tehát ez odáig figyelj, akkor... ha valaki reggel 60 megy a rádióba, az tök oké, hogy autóval megy. Tehát ez, és vannak az életben olyan helyzetek, amikor az ember autóval megy. Az a kérdés, hogy mindig mindenhova kell autóval menni, vagy pedig ezeket kombináljuk. Nem autósok vagyunk, meg ringások, meg gyalogosok, meg tömegközlekedők. Oda pestiek, akik jövünk, megyünk, és valamikor az a legjobb, hogy az ember elmegy színházba, a franc akarod parkolni, meg elkésni a darabról, feláll a 4-es-6-os villamosra, szépen haza tud menni. Tehát én csak azt akarom mondani, hogy ez nem egy ilyen háború autósok és nem autósok között. Nem, hanem ez egy város, ahol nagyon bonyolult az élet, és próbáljuk ennek megfelelően kicsit komplikáltabban a közlekedésre megszervezni. Ugye én Párizsban nem használok autót.
Párizsban lerakom az autót a mélygarázsba, és ki se veszem, csak kötöm, de van 17 metróvonal Párizsban. Ott is egyébként megcsinálták ezt, amit te csinálsz, csak rendkívül kihasználják a biciklisávokat. De előbb volt biciklisáv és biciklis, tehát mindig az, hogy az infrastruktúrát előbb kell csinálni. Budapesten kétszer annyian bringáznak, mint pár év. És nem kell mindenkinek biciklizni, az is egy, nyilván az mindig egy Budapest kisebb szerep. Budapest nagyobb város, mint Párizs. Most az, tehát, hogy... Bonyolult már az agglomerált, igen, vagy honnan számítjuk, igen, hogy Párizs. De Párizsban nagyon sok metró van, azt kell csinálni, hogy le vagyunk maradva, de villamosból egyébként, ez egy hungarikum, a legnagyobb villamos hálózat a Budapestnek van az egész világon. Egyébként a 4-es-6-os villamos pedig a legforgalmasabb villamos járat az egész világon. Igen? Abszolút. Szóval, hogy nekem az van, hogy én azt használom, de például de Budapesten nekem sokkal több időbe kerül a közlekedés, hogyha nem autóval közlekedem. Viszont elektromos autót használok. Ingyen lehet vele parkolni, de nem, amúgy is nyilván az van egy csomó előnye, de azért az elektromos autó se egy csoda. Tehát, de igazad van, az egy fokkal jobb, mint a nem elektromos, és nyilván... Tehát az a nekem fontos, hogy... Nem, figyelj, nekem engem az nagyon itt fölmond, kimondom neked, mégiscsak a főpolgármester úrral beszélgetünk, az, hogy állok egy sávban, és áll a dugó, egy sávban lehet közlekedni mondjuk mindenhol, tudod, a Nagykörúton, az András... Sávban, végig? Nem, befelé a város felé, egy sávban. A Terész körúton egy sávban. Jó, nem jársz de általában meghagyjuk. Na minden. Jó, és nulla biciklis forgalom van. Télen aztán végképp egy darab bicikli nem megy el, és végig a dugóba kell állni. Tehát ez egyébként autósként, aki már nyitott ki autót, az nagyon idegesítő. Igen, de egyébként az fontos, hogy az, hogy van egy dugó a körúton vagy nincs, az nagyon sok mindentől függ. Tessék kérdezni bármit. Itt vagy. Elnézést, hogyha megzavartuk. Szóval egy kicsit szakmázok. Tehát például a körúton úgy csináltuk meg a kerékpársávot, hogy tulajdonképpen az a kapacitás, amit a körút elbír autós szempontból, az 70%-ban megmaradt. Mert ugye nem csak el kell tudnunk jutni egy sávon 10 méterig, és aztán utána megállunk, mert ugye a kereszteződések miatt a kapacitás azért az emléktelen. De próbáltunk ebben egy ilyen finom hangolást csinálni. De egyébként a körút Budapest és Magyarország egy legkorlásabb kerékpársávon. Ott sok én a Margit hídon látok forgalmat. De tudod, ez a Murphy törvénye. Elővettem a rollert is, sőt a közösségű rollert is használom. Szuper. Egyébként, ezt nagyon jónak tartom. De ezt, amikor mondjuk, a múltkor, amikor ott, tudod, amire mondtam, hogy meghívtál villamosozni, az konkrétan az a Károly körúton volt. De ott például visszaadtuk az összes sávot, azt csak úgy mondom. Mikor? Hát a buszpótlás után, a buszpótlásban a metrópótlás idején. Hát akkor nekem még nem adtátok vissza, akkor amikor... Akkor most hivatalosan is visszaadtam nekem. Én nem kaptam meg, ne haragudjál azt a vissza. Ott két sáv volt, az a busz sáv miatt. A Calvin tértől a Deák Astoria felé. Mert én ott álltam, és mondom, ezt nem hiszem el, hogy nem lehet. Tényleg nem lehet alatt. Na most még egy nagyon fontos kérdés föl kell neked tennem, mert ez is izgat engem. Tudnék, hogy az Andrássy úton dolgozom, és nagyon sokszor rendkívül egyszerű lenne például bemennem a Lánchídon keresztül. Na most ez is egy nagyon érdekes... Várjál, üdvözölnek! Hogy ez is egy nagyon érdekes kérdés, hogy ugye nincs egy alternatív híd megoldás, nem tudom, ponton híd akármi, ami a belvárosba bevisz. Tehát itt is az a cél, hogy ne legyen autós forgalom egyáltalán. Mert van, mert egyébként utána megbolondulsz, út kell bemenned, érted? Az Erzsébet hídon, akkor mész, állsz a dugóban, ugyanolyan környezet szennyező a járómotor. Nem tudsz direktbe bemenni, hanem körbe, lemész a rakpat, úgy jössz fel az a Lánchídnál. Szóval, hogy ennek például mi értelme? Vagy mi? Mert itt Párizsban is van gyalogos híd. Abszolút van ez a nem tudom most, hogy hívják azt a hidat. És csak gyalogos forgalom, de 125 másik híd van. Itt meg minden kerületnek az egy nagyon fontos bejárata maga. Az a baj a Lánc, tehát egyrészt az, hogy a Lánc... És várja még egy, hogy azt mondtad, mert nem te, hanem a budapesti poszkodók, hogy föl kell újítani az autós forgalom miatt. Most fölújították egy vagyonért az autós forgalom miatt, majd megszüntették az autós forgalmat. Hogy itt mi volt ebben a logika? Egyrészt
ugye a Láncid az egy olyan műemlék, amit akkor is fel kell újítani, hogyha senki nem tenné rá a lábát. De egyébként borzasztó meg buszforgalom megy a Láncidon. Tehát ott nagyon sok tízezer ember utazik azokon a buszjáratokon, amik átkelnek a Láncidon. Tehát a Láncid nem egy gyalogos híd, mert sajnos vagy nem sajnos, ez egy történelmi adottság, de igazából nem annak találták ki. A gyalogos forgalom egyébként nagyon nagy most a Láncidon, mert vannak zebrák, de a maga az útrest az nem alkalmas arra, hogy gyalogos híd legyen. Viszont, hogyha visszaadnánk a teljes autóforgalmat, ugye van egy ilyen viccem, hogy ha visszaadjuk az eredeti forgalmat a Láncidnak, akkor csak lovaskocsival lehetne átmenni, aha, mindegy, de visszaadnánk a teljes autóforgalmat, igen, sokan mennének, igen. Lenne néhány vállalkozás, amit tudod megtalálni ezt, hogy akkor a belvárosban lehet autókázni. Szóval nem véletlenül van az, hogy nincsen olyan szakmai szervezet, mert az autóklubot is, ami azt mondaná, hogy állítsuk vissza azt a forgalmat, ami felújítás előtt volt. Mert a Láncid arról híres, hogy az egész egy rohadt nagy dugó, de bevonza a belvárosban a forgalmat. A Láncidon átmenő forgalom egyharmada autópályáról megy autópályára. Így meg a több a másik két hídon van dugó. A Margit hídon nincs, mert ott meg nem tudsz behajtani a parlamentnél. Mert ott meg úgy megváltoztatták a forgalmat, hogy már nem tudsz a Margit hídról. Annyira kicsi volt a Láncidon. Az meg ráterel a Bajcsi Zsilinszkire, és ott állsz a dugóba, mert ott is biciklisában és egysávos. De tehát a Bajcsi Zsilinszki úton sajnos a biciklisában járdán megy, egyébként 20 éve ott megy, és ott is visszaadtunk minden sávot. A Bajcsi nagy... De miért jössz ezzel a vissza? Hát ez egy darabot. Ezek lények, tudom, hogy ez túl van már, ez egy hosszú dolog, hogy meg fogom nézni. A következő megálló. Volt, egyébként a metrópótlás ideje nagyon nehéz volt a helyzet, mert valóban a... Most nem voltam ott. De most visszaadtuk ott a forgalmat, és a kerékpársával járdán megy együtt, ami nem ideális, de azért ezt el tudjuk viselni. Viszont a Láncidon annyira, valójában a Láncidnak a szerepe a Budapesten belüli, a hídakon való átkelésnek a 4%-a ment a Láncidon. Ehhez képest a Margit híd és az Erzsébet híd, annak olyan nagy forgalma van, hogy igazából nem tűnik fel érdemben a Láncid kiesése, nincs olyan plusz növekedés, ami a problémát okozna, viszont így van egy kiszámítható és nagyon nagy kapacitással működő buszközlekedés, ami gyakorlatilag a Svárk egy irányába, a 12. irányába percek alatt be lehet érni a belvárosba. Ez egy olyan versenyelő, hogy aki ott lakik, az pontosan tudja, hogy ez így jó, és ami nagyon fontos, hogy a Láncidról egy picit leveszük ezt a terhet, lehetővé teszi azt, hogy a Láncidnak a két oldalát, a Clarkot és a Széchenyi teret úgy újítsuk meg, ahogy egyébként ezt te egy Párizsban is elvárnád. A Széchenyi tér szerintem a legcikibb helye van Budapestnek. Az melyik ott, várjál a Széchenyi tér? Hát ez az Akadémia, Four Seasons. Ja, tudom. Tehát tudom, a pesti oldal, jó. Egy rohadt meg körforgalom. Igen. Budapest egyik legrégebbi fája mellett egy áttaposáson megy át a forgalom, totál illegálisan az Evra nélkül, mert a Bazilikától a Vári tartó ösvény, az gyakorlatilag a világ egyik legszebb sétaútja lehetne. Tehát a Széchenyi teret is fel kell újítani, hogy az állam elvette tőlünk, ezért most kicsit ez nehéz, de majd visszakapjuk és akkor megcsináljuk. Itt laktam a Vöreskerti utcánál lent, és mindig innen. És mivel mentél iskolába? Ezzel az 56-ossal, csak még romosabb volt annak ideje. Ki lehetett ugrálni belőle. Egyébként azért jó, hogy erről beszélgetünk, mert szakmailag közelíted meg, mert én ugye a lakossági felhasználóként, én a dugóban ülök. De egyébként azt meg egy picit... És dugó, azt tudod-e, hogy én vagyok a dugó, most mondtad, köszi szépen. Én is, meg mindent, ezt együtt csináljuk, ez nem úgy van, hogy akkor a... Nézdeg, 1,95 magasságával lehet dugó. 8, bocs. Na mindig. Szóval, hogy ez... De tök jó, hogy erről beszélünk, mert a város, mert mindenki tudja, hogy a városnak változnia kell, mert klímaváltozás van, mert rossz a levegő, mert szeretnék egy kicsit több zöldet, és ezek olyan jogos konfliktusok, és én nagyon hálás vagyok neked, hogy most itt vagyunk, de nem csak azért, hanem azért, mert rárúgtad az ajtót, ha úgy tetszik, rám, akkor ezekről beszélgetni kell, mert akkor találjuk meg, hogy mi a legjobb kompromisszum, hogy szépen próbáljuk a várost valahogy egy ilyen zöldebb irányba poszogálni, nem ilyen brutális lökésekkel, csak finom hangolásokkal, és ugye a Láncid kapcsán az is nagyon fontos. Nem tudom, te részt vettél az első budapesti lakógyűlésen, de mindegy. Figyelj, de az úgy lett kitalálva, hogy küldjek valamit, meg küldenek egy kódot, ezt nem küldték el, mert ezt levélbe küldik. Tehát elektronikai rendszer az ott nulla volt. Ne, jó, azért ne. 130 ezer ember megtalálta a megoldást. Jó, oké. Okay. Hát jó, de az 2 millió lakunk Budapesten, nem 130. 1.400.000 ember szavazhatott, de mindegy, az is nagyon sok. És te azt mondtad, hogy a budapestiek megszavazták. 80% meggyőzte. 1.400.000-ből. Nem azt mondom, hogy tehát ez egy vita téma, erről mindig fogunk beszélni. Figyelj, ezek még, jó viták, de arról szólnak... Még egy dolog, bocsánat, hogy egy picit
ugye értem, hogy te egy ilyen sétáló város szeretnél Budapestből. Ahol sétálni is lehet, igen. Okay. Nem az egész sétálni város. Sétálni is lehet, de az életünk felgyorsul. Tehát, igen. Hogy gyors az életünk, gyorsan akarunk közlekedni, gyorsan akarunk odaérni valahova. Tehát, hogy lehet egyébként ez egy jó dolog, csak ugye amit mondtam, hogy Budapest óriási. Igen. Tehát, hogy ugye bent lakom a városban, az ötödik kerületben, akkor nyilván nincs szükségem igen. autóra, mert tényleg el tudok közlekedni. De ha te már Hüdösvölgyből jössz ki, persze. vagy Újpestről, vagy nem tudom én, Rákosligetről, vagy akárhonnan, akkor azért ez egy más történet. Teljesen igazad van. Tehát, azért mondom, hogy itt árnyalatok vannak, és nem háborúban állunk egymással. Mert például, ha például mondjuk, mint Angliában, például Londonban, ahol amikor kint voltam nagyon sokat, Richmondban laktunk. Fölszálltam a Piccadilly-n a metróra, leszálltam Richmond a Kew Gardennél, és besétáltam. Érted? És Richmond az már nem tudom, mint Érd, olyan messze van. De van oda metróvonal. Mondjuk itt van villamos. Itt villamos van, Érdről meg van vonat, Újpestről van metró, de nincs mindenhol metró, és nincs mindenhol vonat, és nincs mindenhol villamos. Ezért nekem például a következő ciklusban az egyik nagy tervem. De legyen Budapesten olyan lakótelep, hogy ott rengeteg ember él, aminek nincsen kötött pályás közlekedése. Van még ilyen, ha van a lakótelep, Újpalota, sok ilyen hely van még, azt akarom elérni, hogy mindenhol legyen kötött pálya. Mert igazából az a legkiszámíthatóbb, az a legfontosabb, az a legenergiahatékonyabb, az a legzöldebb. Szóval rengeteg mindent kell még csinálni, de és ha lehetek én is egy kicsit... Na mindegy, szóval egy dologra szeretnék legalább, amit mondtál. Mert a dugó az van. Igen. De amikor azt mondtad, hogy a budapesti tömegközlekedés, nem azt mondtad, hogy nem jó, ennél élesebben fogalmaztál. Hogy mondtam? Akkor szerintem igazság, egy olyan végtermék, amit a testünk előállít, és ja. nem annyira szeretjük. Igen. És egy főpagárásra nem mutatják egy jövő videóban. Ja, hát azt mondtad, hogy szar. Ki mondta? Igen. De hogy ez szerintem nem igaz. Szerintem a budapesti tömegközlekedés, én és bocsánat. Mi belegebedünk, hogy jó legyen, de szerintem elég jó. Ez nem az én érdemem, ez egy 50 éves. Én mondjuk a Párizshoz viszonyítottam, ahol tömegközlekedem, de abban is igazad van, hogy Párizsban, a belvárosban lakom, a Montparnasse-on. Hát, hogy... ha Budapesten a belvárosban laknál, akkor nem lenne autó. Vagy lenne? Vagy lenne autó? Írtanám az egészet? Nem, csak nem éreznéd szükségét, hogy legyen. Ja, nem. Ja, hogy nem lenne autóm. Igen. Ja, úgy értettem, hogy nem lenne autóm. Egyébként a Párizsban megjött egy metró van, de van egy ilyen szó, szakmázók, hálózati lefedettség, tehát hogy hány helyre megy el a tömegközlekedés, mennyit kell sétálni megállóért, abban Budapest az egyik legjobb. És ez nem az én érdemem, mert ez egy hosszú évtizedeket tartó fejlesztésnek az eredménye, de a budapesti tömegközlekedés szerintem azért nem rossz. És ezt lehet kombinálni biciklivel, autóval, gyaloglással, rollerrel, bármivel. Ez a lényeg az, hogy nem háborúban állunk egymással, hanem beszélgetünk egymással. Hány autós van Budapesten? Mondjuk ugye az összes, hogy 1.400.000 lakják Budapesten. Ebből hány autós van? A pontos számot nem tudom, de a régióban 500.000-re nőtt, félmillióval nőtt az autók száma, és az agglomerációból minden nap bejön 300-400.000 autó. Valójában a Budapesten autóval megtett kilométerek fele az nem budapesti lakos. Na hát ne haragudjál. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy akkor ők nekik legyen rossz, és hagyjanak minket békén. Csak azt akarom mondani, hogy van egy nagy probléma, hogy van Budapest, ahol a többség közösségi közlekedés használ, és van az agglomeráció, aminek a többsége bejön a városba, és autóval jön be, mert nem nagyon tud mással. És akkor miért nem csegy olyan lehetőség, hogy mondjuk, ami itt például Hüdösvölgyben régebben volt, hogy mondjuk a kis Solymár Nagykovászra, ott lerakja a parkolóba, le tud parkolni, de ugye fizetőség autóbuszokra. A parkolót is, tehát már nincs az, hogy... De ingyen van, akkor az a baj, hogy valaki lerakja az autót, és egy hétig ott marad. Tehát igazából egy szerény összeg a P+E parkolásnál segíti azt, hogy cserélődjenek az akkor, autó. Mert akkor azt is lehetne, tudod, hogy az ember letesz és fölül a villamosra. Abszolút szuper. Egyébként most az őrsi polgármester úr éppen itt a Hüdösvölgyi végállomásnál egy kereskedelmi céggel megállapodott egy nagy P+E parkoló fejlesztésen. Úgyhogy, és te jössz be a városba, lerakodott az autódat, mint hogy most is, és akkor itt a gyönyörű kap. Légkondicionált, alacsony motoros, és nagyon szép, és spanyol villamos. Szép, nagyon szép. Nagyon szép villamosokkal suhansz be. Buda gyöngye. Nem, abszolút egyet. Egyébként így most már kezdem megérteni, mert azért én nagyon önző módon csak az autó szemével nézem ezt a dolgot, te meg ugye 1.400.000 polgárnak az életét nézed. Én meg csak ugye magamra tudok gondolni, mint ahogy mindannyian. Úgyhogy azért felelősségteljes az, amit csinálsz.
De hát jó, megpróbálom most már meg el. Most van bérlete. Van bérlete, hős villamosról. Ilyenek a láncidot kell földolgoznom magamba, hogy azt lezártam. Hát tudod, hogy kínlódom. Szoktam rá gondolni egyébként, meg a felmenőidre is. Anyukám, amikor... szegény, nem tetsz semmire. amikor ott állok, tudod, és úgy mondom, na hát a Gergő, hagyjam a szívét. Megint körbe mehetek így az Erzsébet hídon, ott kavírnyálok. Már figyelj, te, rajta van szemüveg, nézd nyugodtan meg a kérdő, hogy kérdezzek. Hogy nem tudom, biztos lesz itt egy pár Merry Christmas. Igen, igen. Látsz valami érdekes kérdést, ami neked szól? Csupa ilyen pozitív rajongó támogató üzenetet olvasok. Ja, jó, még nem látom. Úgy ránézésre. Az egyes villamoson kellene mennetek. Na jó, hát úgy szóval... Igen, az egyes villamoson van a világ leghosszabb villamosa. Ugyanilyen kap, csak még ennél is hosszabb. Van bér... Lehet, hogy nincs bérlete. Van, biztos. Nagyon jó. Ja, tényleg a telefonjában már mutatta, jó. Mondjad még egyszer, bocsánat? Hogy az egyes villamoson közlekedik a ma lévő leghosszabb villamos a világon. Ugye ennek a nagy testvérének a kapnak az egyes villamoson. Az a leghosszabb villamos a világon. Annyit mondjál, mert én ugye tőzsgyökeres budapesti vagyok, hogy Budapestnek kik a testvérvárosa, és az mit jelent, hogy segítik egymást ezek a városok? Hát ez... nagyon sok testvérvárosunk van, tényleg New York-tól Tel Avivig, hogy ezt a szép hívet megrajzolja, de például Beregszász is, és elég is sokat viszonylag aktív. Ez a kapcsolat egyébként ma már nem a testvérvárosi kapcsolatok mozgatják így a város diplomáciát, ez egy kicsit ilyen régi vágású dolog. Szent János kórház. De nagyon sok testvérvárosunk van, és jó kapcsolatban vagyunk. És melyik, ha elképzel mondjuk akár egy nyugat-európai várost, melyik városról szeretnéd, hogy hasonlítson egyszer Budapest? Vagy hát, mi a terv, vagy van egy igen, ilyen cél, hogy mint Oszló, vagy Stockholm, vagy... Hát szerintem egyébként már csak a közelség történelmének fizik közre azért, hogy szerintem Bécs ez egy nagyon jó példa. Bécsben is egyébként jó a közösségi közlekedés, szerintem egyébként nem dominálunk, viszont az ottani bérekhez képest olcsónak számít, de ott igazából az a... Van egy hasonlóság, egy különbség Bécs és Budapest között. A hasonlóság az, hogy ugyanannyi a költségvetés. A különbség az, hogy nekik Euróban van. Ja. Tehát van egy ilyen apró probléma, hogy ez... De jól is néz ki Bécs egyébként, ha egy elmész. Tehát ott sok minden lehet akkor. De egyébként az nagyon fontos, hogy minden városnak van egy sajátosság, a Budapestnek is, és hogy igazából nem lemásolni kell dolgokat, hanem tanulni dolgokat, mert nyilván minden városnak más adottsága van. Egyébként Budapestnek szerintem pár adottsága. Szent János kórház. Te nagyon sokat nyersz a világban, nyilván szinteneket, de azért Budapest, a Duna, a Gellérte egy a... Sokkal szebb. Ilyen szempontból sokkal szebb város, mint akár Párizs, meg a fekvése. Tehát inkább Isztambulhoz lehetne hasonlítani. Tehát, hogy egy elképesztően gyönyörű városunk van. Az, hogy milyen a történelmi adottsága, a háború, az ostromtól kezdve, milyen veszteségeket ért meg a város. Ugye az, azt állítja Ungvári Krisztián, történész, hogy a világ legtöbb városa Budapest. Városnak. Nyilván az előtt, tehát nem az egyesítés előtti történelmét, hanem az egész történelmét nézve. Hát itt meg gondolj bele, az árvíz, ugye a nagy árvíz, igen, ugye a pesti árvíz is, tehát hogy ez ott sokkal volt ugye Budapesten. Igen. Úgyhogy, várjam, oda nézd, itt kérdeznek valamit, te láttad? Leptélre megoldás. Na. Ugye van egy régi terv. Városnak. Én már nem tudok mit kérdezni. Ugye a Monorról beérkező vasútvonalnak lenne egy mellék szárnya, ami bemenne a reptér alá, és akkor ott gyakorlatilag a nyugatiból vezetne érkezni 10 perc alatt vonattal. Ez azért nem valósul meg szerintem, miközben van rá pénz, mert EU-s pénzből meg lehetne, van rá terv. Az EU-s pénz millió dolgok, tényleg akartam neked Edvárt hozni, de az... Hát az óriási volt ez, amire beszálltam. Szóval igazából szerintem azért nem csinálják meg, mert az állam vissza akarja venni a repteret. Ami azért egy viszonylag combos összegre, nem tudom ezt honnan, hol van ez a pénz, na mindegy. És nem akarják fejleszteni a repteret addig, amíg nem vásárolják vissza. De egyébként az tényleg végtelenül kínos, hogy ott nincsen egy normális közösségi közlekedés, vagy hogy néz egy gyorsforgalmi út, és ez nem fővárosi feladat egyébként, mert ez egy állami, mind a vasút, mind a gyorsforgalmi út az állami projekt egyébként. De hát... Az tényleg szörnyű. A szörnyű. Tehát, hogy a repteret ciki, hogy egy kék busszal kell
Pedőt, nem is tudom, hogy lehet, ha nem kocsi. Taxi van, de ott ugye most hát már... Hát van a 100-el járat, meg, de ott meg is a 200-el, azzal azért el lehet jutni a metróig, vagy a belvárosi, de ott lehetne egy vonat, tehát onnan 150 méterre megy a vonat, tehát szóval egy kis kurvit kéne csinálni. Csak akkor mondom, azért nem csinálják meg szerintem, mert vissza akarják szerezni a repteret, és nem akarnak olyat csinálni, mitől értékesebbé válnak. Ja, értem. És akkor az, még a, ugye a reptéren, hogy tudod, volt ott elől az a parkol, amit feltúrtak, igen, és úgy maradt. Azt, elé, azt, tud, vagy az nem, azt nem tudom, csak... az az reptér üzemeltető cégnek a problémája, de az, hogy jobb legyen a közösségi közlekedés, meg jobb legyen az autós közlekedés, az egy állami feladat, és előbb-utóbb meg kell csinálni. Hát akkor igen, megérkeztünk a végállomásra. Nem, a mi végállomásra. Ami járt a Szél Kálmára kétellel, várja. Nem tudom, hogy akartok-e valamit kérdezni a főpolgármester úrtól. De akkor Szél Kálmán tér, metróállomás. Kész, takanyukám, ennyi volt. Átszállhatunk az M2-es. Gergő, nagyon-nagyon köszönöm. Köszönöm, köszi Cilla. És isteni volt veled beszélgetni. Megköszönöm, hogy beszélgetettünk. Sziasztok. Ciao, szevasztok. Várjál, most ki kell kapcsolni, segítsél csak, mert mit nyomok? Te jó Isten, igen, azt mondja. Igen, and now. And now, igen.